Hát én azért kérdezem a választ, mégpedig Révés Sándortól, akinek a születésnapjára szeretnék gratulálni, és nem is tudom, hogy hol keresselek itt az országban, hol vagy éppen, mert annyira jó lett volna találkozni, de hát erről most én lemondtam. Szia, Sanyi! Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságodat és a köszöntést, meg egyáltalán az érdeklődést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Éppen a meccsekben tartózkodom, tulajdonképpen 1979-ben egy gyönyörű falura leeltem itt a meccsekben, egy Kisújbánya nevű településen, ahol éppen most már egy jó néhány hónapot töltök, nagyon boldogan, hála Istennek jó idő van, jó a klíma, a tegnapi eső egy kicsit lazította ezt a hatalmas hőséget, úgyhogy optimális körülmények között. Hát Pesten csak nagyon pici eső volt, viszont annál borzalmasabb volt a csehországi események, nem tudom, hogy azt láttad, de ezt a hurikánt, ami ott keresztül ment az országon és pusztított. Sajnos hallottam hírét, illetve láttam képeket is róla, hát nagyon elszomorító volt természetesen. Itt egy nagyobb vihar volt prognosztizálva egyébként tegnap este 6 óra körülre, aminek szerintem csak a pereme érte el a települést, de itt a aránylag nagy magas hegyek között eleve van egy mikroklíma, ami hála Istennek elviselhetővé teszi itt még a nagy kataklizmák idején is a körülményeket, úgyhogy jó itt nagyon. Ha volna Két életem című dal, az egyik kedvenc dalom, de szerintem nem csak nekem, sokunknak. Igen. Ha volna két életem, az egyik életed mondjuk tart az édesanyád haláláig, a másik életed az édesanyád halála után, lehet ezt a révész életművet így ketté bontani? Hát nem tudom, valójában... Hát sors tragédiaként az első, amit felemlítettél, az édesanyám 1976-os halála, hát az egy nagyon meghatározó dolog volt. Egy 23 éves ember érzelmileg még talán kevésbé kész arra, hogy elveszítse az egyik családi oszlopát, ami az anyámban testesült meg, de vagyok annyira fatalista, hogy tudomásul veszem a sors beavatkozását, és ezt valószínűleg nekem így kellett megélnem, ez volt rendelve. Egyetlen gyermekeként az édesanyámnak természetesen nagy szomorúsággal, de hát túléltem. Éppen a múlt héten Latinovics Zoltánra emlékeztünk, mert 45 éve ment el 45 évesen, vonat elé vetette magát. Itt azért van némi hasonlóság, édesanyád is a vonat elé vetette magát, de vajon miért, azt tudod? Igen, hát én nem éltem közös háztartásba az édesanyámmal a történtek idején, azt megelőzően viszont az életébe fiúgyerekként annyira nem avatott bele, már úgy értem, hogy a magánéletébe tehát mi külön éltünk, úgyhogy és éppen aktív éveit éltük a generál zenekarom hétköznapjainak, úgyhogy valójában nem volt olyan szoros napi kapcsolat közöttünk. Tudomásom szerint a magánéletében történt fordulatok vezettek ehhez a tragédiához, amit ő nem tudott feldolgozni, de többet nem tudok erről mondani. De látod, milyen érdekes, amit mondasz, hogy aktív éveket éltetek a generállal, tehát nem nagyon foglalkoztál meg, nem nagyon éltél át ilyen dolgokat. Amennyit kaptál a zenétől, mert rengeteget, hát óriási sikereket, meg nem tudom én, évi 200-300 koncertet, de annyit talán el is vett az életedből. Tehát minden a színpad volt egy jó pár éven, évtizeden keresztül. Igen, hát aki erre a pályára adja fejét, hát ugyanúgy, mint sok más pálya esetében, ez egy teljes elhivatottság. Ugye itt az időrendünk volt elsősorban, ami tolerálnia kellett a közvetlen környezetünknek mindig, hiszen éjszakai hazaérések és hajnali utazások, meg több hétre elutaztunk, és nem tudom mi. De hát én ezt abszolút sorsszerűnek és magától értetődőnek tekintettem, úgyhogy a mérleg serpenyőjébe, ahogy mondod, igazságosan sorolt az élet jót is, rosszat is, de hát ez szerintem minden ember életében így van, úgyhogy én ebben semmiben nem vagyok igazán különlegesnek mondható. Ahogy mondtad, hogy édesanyád volt az egyik pillér, édesapád jól dolgozott másik pillérként? Apám
apámmal vegyes volt a kapcsolatunk, de nagyon szeret, nagyon művelt ember volt az apám, sebészorvos, aki rengeteget olvasott, és rengeteget kaptam tőle, ha manapság latin kifejezéseket használok, az mindannak köszönhető, hogy a gyerekkori együtt töltött évek alatt az asztal alatt játszottam, tologatottam a kis autómat, vagy a kis vasutamat, vagy nem tudom, és az apám társaságában lévő emberek, nem nagy zolásból, de magától értetően használták azokat a latin kifejezéseket is. Úgyhogy gyarapított ilyen értelemben, még akkor nem tudatosan, de az aurája közelében élve engem, és utána is a haláláig vegyes volt ugyan a kapcsolatunk, mert hát én sok mindent fölróltam neki a korai válásuk miatt, és az a fajta tagoltság, amiben utána éltem, az azért nem volt közömbös, hogy az édesanyámmal maradtam, és a nagyszüleim neveltek, és nem tudom, szóval széttört a családunk, de erről voltak komoly férfi a férfivel szembenézős beszélgetéseink már a 20-as éveimben, és csak hálával és szeretettel tartozom neki, mert egy nagyszerű ember volt, ha összetudnám foglalni, akkor azt mondom rá, hogy egy nagyon jó barátom volt az apám, akivel mindent megoszthattam majd később, és szeretettel emlékszem rá. És a szeretet is ott volt a családban? Mert hogy mi mindent kaptál szellemileg tőle, azt igen, értem, de az ölelés, a csók, amire szüksége van egy kisgyereknek. Hát Zsuzsa, abból egy kicsit talán kevesebb jutott az anyámtól, ezt megkaptam maradéktól, az apámtól azok az ő kisfiam az ölembe, és mesélek neked, és beszélgetünk. Ilyen nem nagyon volt, hiszen az ő élete részben a sebészorvosi aktív tevékenysége annak idején, plusz az, hogy sportorvosa volt egy az 50-es, 60-as években nagyon-nagyon népszerű kosárlabda csapatnak, a budapesti Honvédnak, és velük rengeteget utazott. Az egy igazi kuriózum volt, hiszen az 50-es években, hogy elmentek 3 hónapra Kínába, Európát, Amerikát szerteszét utazták, és apám is ment velük sportorvosként, akkor mindig felfüggesztette a sebészorvosi munkáját. Az azért egy nagyon színes apát varázsolt ilyen értelemben, akinek rengeteg mesélni valója volt, amit én mindig meg is kaptam, és azért büszke voltam az apámra, különösen akkor, amikor egyszer a Rókus Kórháznak a műtőjébe csak a küszöbig odaálltam, nem tudom, 6 évesen, és láttam az apámat, hogy maszkba felnéz, és egy éppen komoly nagy hasi műtét közepette összekacsintunk, azért az egy nagyon nagyon ez egy csodálatos jelenet, volt, igen, mert... csodálatos jelenet. Igen, úgyhogy van egy nagyon bájos dolog, ami eddig mindenkinek, akinek tudtára adtam, nagyon tetszett, hogy apámnak is ismeretlen társaságban egy ilyen bemutatkozási pillanatban, ugye hát annak rendje módja szerint nyújtotta a kezét, és bemutatkozott, hogy dr. Évé Sándor. Én mellette, nem tudom, én 1 méter 20 centisen álltam 6 éves gyerekként, és kérdezték is téged, azt mondja, kisfiam, te is mutatkozz be, és én is bemutatkoztam, mondom, én pedig dr. Révés Sándorka vagyok, és egy nagyon jó humorú fickó a társaságban megkérdezte, és ugye milyen orvos vagy, azonnal felettem rá, hogy nőgyógyász. Van érzéket hozzá. Ez egy fájos dolog volt. Ez tényleg aranyos. El tudlak téged képzelni, mert valahol olvastam, hogy már 5-6 évesen a Váci utcában csináltatott cipőben sétálgattál, és kalapban, hogy azért volt egyfajta eleganciád. Az javarészt a nagyszüleimnek, illetve az áldott keresztanyámnak köszönhető, akik akkoriban a 3 hölgy, az édesanyám, a nagymamám, az édesanyám és a keresztanyám, ők kiélhették magukból ezt a fajta gondoskodást, mert állandóan vittek, egy szem unokaként, egy szem friss hajtása vagyok a családnak. És hát én ezt nagyon élveztem, hogy kalapot, öltönyt és ruhát, és mindent csináltattak nekem, és
és hát nem volt ez mindig kényelmes, mert nem volt olyan magától értető, hogy nekem kalapot kell viselni, 6 éves koromban vagy valami, de a korabeli képeket, ha viszont látom, akkor meggyőz róla, hogy ezt mindezt ízlésesen, az ízlés mentén is kedvesen tették, és szívből jövően elfelé. És akkor ez egyfajta lázadás volt, amikor már mondjuk középiskolában nem feltétlen lakcipőben, vagy csináltató cipőben, hanem hosszú aljjal is ilyen nagyon vagányul öltözködtél? Nem tudom, ezt azért nem így értelmezem. Az inkább annak köszönhető, hogy amilyen szenvedélyes ember vagyok, természetesen a zenével való korai ismeretség kamasz éveimben az minden vonatkozásában elvitt, és örömmel láttam a példaképeimnek, a Led Zeppelinnek, és a Stonesnak, és a nagy bandáknak a küllemét, és hát nyilvánvalóan segített abba, hogy kiszabaduljon ebből a konform a zónából egy fiatal kis ember, és aztán én is, nem tudom, sálakat aggattam magamra, meg hát hosszú hajat növesztettünk természetesen, meg egyebek, úgyhogy, de nem volt ebben lázadás, ez olyan magától értetődő folyamánya volt valahogy az akkori idők sugalmának. De hát akkor a középiskolában, meg az iskolában egy hosszú haj, az nem tudom én, az végzetes bűnnek számított. Hát igen, ezért tulajdonképpen ennek volt köszönhető az, hogy annak idején kitettek minket a gimnáziumból, ezt többször elmondtam, hogy a Póka Egonnal volt szerencsém egy osztályba járni, meg hát családilag is szervesült a mi barátságunk, mert amikor az édesanyám 15 éves koromban kitett otthonról, akkor az Egonéknál találtam menedéket. Egon, ugye tudjuk, hogy a Hobo Bluesben nagyszerű basszusgitárosa és zeneszerzője, és mi egy osztályba jártunk, egy gimnáziumi osztályba, úgyhogy onnantól kezdve én két álló éven át 14 és fél éves koromtól, 15 éves koromtól 17-ig velük éltem a családdal. De miért tettek ki otthonról? Parancsolsz? Miért tett ki otthonról az édesanyád? Az zene miatt, mert második gimnazista voltam, az első László gimnáziumba jártam Kőbányára is, és hát elég sokat jártunk Egonnal az iskola mellé. A zene mindent felülírt az életünkbe, szóval akkor mi már tudtuk, és hála Istennek ma azt mondhatom, hogy mind a kettőnket igazol utóbb, hogy jól döntöttünk, mert hála Istennek sikeres pályákat tudunk magunk mögött, és de hát ez annak idején, különösen az én egyedül engem nevelő anyámnak nagyon, nagyon aggasztó volt, hiszen ő valami kereső foglalkozást, vagy nem tudom mit szánt nekem, gondolom, hogy biztosat, és a zenészségben akkor még azért a 60-as években nem lehetett annyira megélni meg. Hát ő jogos aggodalommal volt irántam, de aztán a végén oda kulminált a dolog, hogy egy nyári délután azt mondta, fiam, ha erre a mai próbára elmész, és ugyanúgy este, nem tudom, éjjel jössz haza, akkor már zárva lesz az ajtó előtted is. És ez így is volt. Ugyan megpróbáltál hazamenni, és nem tudtál? Tessék? Megpróbáltál hazamenni, és nem tudtál? Nem, fölhívtuk a próba után az Egonnal a Bartók Béla úti tejgyár elől, ahol próbáltunk, volt egy nyilvános telefonfülke, onnan nem tudom, 3-10 körül fölhívtam az édesanyámat, mondtam, anya, most végeztünk a próbával, kisfiam, nem megmondtam, ennyi volt az, erre csöndesen letettem a telefont, azon az Egonék édesanyját fölhívtam, hát ahol szinte naponta feltűntem, mert a barátságunk oda-vissza egymáshoz jártunk, úgyhogy nagyon jól ismertem a szüleit. Fölhívtuk az Egon áldott édesanyját, a Vera nénit, aki azt mondta, hogy azonnal gyertek, és onnantól kezdve 2 évig ott laktam náluk. Ez azért egy elég bátor döntés volt az anyámtól, egy pubertás 15 éves gyereket kitenni, de ezt megtette, de volt oka rá, az előzmények, több hónapos, nagyon szigorú előzmény, amikor a tanulmányaim rovására ment természetesen, meg hát az életemet nagyon megcifrázta az állandó éjszakai hazajárás, meg próbák, meg minden, de hát azt a fajta, azzal a fajta szenvedéllyel és az a fajta lelkesültséggel csináltuk, ami kikövetelte magának ezt az időtérfogatot.
ami után aztán az anyám ezt, hogy megelégelte, azon ma már egyáltalán nem csodálkozom. Jó, hát én pont erre gondoltam, hogy ma már ezt nagyon bölcsen, a korodnak megfelelően mondod, de nem tudom, el tudod képzelni, hogy hány gyerek kószálna most az utcán, meg akkor a te idődben, ha kiraktak volna minket így az van, utcára, mert így. Nem a szülők akaratát teljesítettük. Aztán persze utólag a szülő is, meg a gyerek is ezt felülbírálhatja, de hát azért ez egy nehéz időszak, hogy egy szülői elvárásnak megfeleljen, és mondjuk boldogtalan legyen egy életen át egy gyerek. Igen, igen, de hát az viszont az Egon áldott szüleinek, Veraninek és Pali bácsinak köszönhető, hogy ők maximálisan, de olyannyira fölvállaltak erkölcsileg, etikailag minden szempontból, ami egy teljes szülői biztonságot jelentett. Tehát ők ketten nem viccnek fogták föl ezt az egészet, pontosan tudták, hogy egy 15 éves gyerekkel ezt megtenni, ez hatalmas felelősséggel jár. Onnantól kezdve Csínyán a Veranini azért beszélt néha telefonon az édesanyámmal, de főleg a nagymamámmal, aki rendkívüli módon aggódott értem, de miután látta az apám, mert az apámmal aktív kapcsolatban voltam, nagyon ritkán találkoztunk ugyan, de tartottuk a kapcsolatot, és főleg a nagyszüleimmel, akik mindannyian megnyugodtak, mert látták, hogy jó kézben vagyok, és minden rendben volt. Hát a gimnáziumba kitettek minket, úgyhogy az a gimnáziumi tanulmányaink akkor befejeződtek mindkettőnknek, mert tantestületi megrovással tettek ki minket, Póka Egont és Révés Sándort az iskolából. Úgyhogy hát te nagyon megbocsájtad, vagy Sanyi. Az egész tantestület jobbra-balra felháll, nem tudom, mi nagy iskola lévén akkoriban úgynevezett UNESCO gimnázium volt, ami egy megkülönböztetett, nem tudom, minőség volt, és hát nem tudom, 60 vagy 80 tagú tanárok sorfala közepette az igazgató színerlé kellett járni, aki kitett egyben Budapest összesi gimnáziumból, mából, úgyhogy én ezt elhiszem, de félj, mondasz egy apukát, egy anyukát, egy nagymamát, és nem volt egy ember, aki azt mondta, hogy Sanyikám, gyere haza. Hát igen. Igen, szóval hitelesen így történt, ahogy én ezt elmeséltem neked. És szerinted te sérültél ettől? Mert ezt most olyan könnyedén elmeséled, hogy a Póka Egonék szülei milyen nagyon helyesek voltak, de hát nekem is van két gyerekem, azért nagyon, nagyon, nagyon szívbe markoló nekem a történet. Zsuzsa, nem úgy éltem meg, szóval akkor, ha nem lett volna a zene iránti érdeklődésünknek az a foka, ami valójában volt, akkor biztos, hogy bántott volna, de mi akkor abban a pillanatban feltaláltuk magunkat, és az Egonnal reggeltől estig a zenével foglalkoztunk, és hála Istennek, amit ma 51 évvel a történtek után elmondhatunk, hála Istennek mindkettőnk esetében ez csak hozott a konyhára, mert hála Istennek az Egon az ország egyik legjegyzettebb zeneiskolájának az igazgatója, és én sem szégyellem azt az 50-valahány évet, ami mögöttem van. Úgyhogy hála Istennek nem hagytuk cserben a nagyvonalú ságáért. Valójában így utólag még azt mondom, hogy az anyámat sem, aki lehet, hogy egy kicsit felelőtlennek tűnő döntést hozott, de aztán neki is úgymond bebizonyítottuk, hogy bebizonyítottam, hogy nem. Sikeres lettél, és büszke lehet rá. Ezek szerint igaz az a mondás, amit egyszer valaha hallottam tőled, hogy a csiga többet tud az útról, mint a nyúl. Mint a nyúl. Igen, ez egy nagyon, nagyon tetszetős mondat nekem. Igen. Sőt, még azt is mondtad, hogy kiittad a méregpoharat, de hát mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Igen. Igen. A fordulatot a nagy életműben, az, hogy egy picit hátralépjél, és átnézd az életedet, az utadat, a zenei karrieredet, a Szepes Mária jelentette? Mária néni rengeteget adott, szóval elmondhatatlan, hogy egy akkor 70 éves, pont 70 éves volt a Mária néni, amikor 79-ben kezet nyújtott nekem először. Szóval az a találkozás az a lehető legjobbkor jött 26 éves koromban, amikor a piramis idejének a kellős közepén egy ilyen kiózanító szellemi entitásra sikerült szert tennem. Hiszek a sorsszerűségben, úgyhogy maga a találkozás, hogy megtörtént, az biztos mindkettőnk életébe kikerülhetetlen volt. Nagyon sokszor elmondtam már, de most is örömmel mondom, hiszen ez a hiteles, hogy amikor egy barátomnak a lakásának az előszobájába először kezet nyújtott nekem, mert oda jött
a barátomat meg, és engem látogatni, és amikor mélyen a szemembe nézett 70 évesen, és azt mondta, hogy mi már nagyon régen ismerjük egymást, ennek a mondatnak a pecsétje volt a haláláig tartó barátságunknak az áloga. Szóval az egy olyan pillanat volt, hogy ezt 26 évesen nem tudtam, hogy kell érteni, meg mit jelent ez, de aztán rájöttünk, hogy a lelkiségben az a fajta kölcsönös igyekezet, amivel ő is, és én is mind a mai napig, hála Istennek, munícióként élem az életemet, hogy önműveléssel és amennyire lehet elmélyüléssel és komoly dolgokkal igyekszem foglalkozni, ez ott már abban a pillanatban megvilágosult előttem, és hát mondom, haláláig tartó barátságunknak nagyon komoly fémjelejévé lett. Csodálatos ez az életmű, ha már itt születésnap kapcsán beszélgetünk, mert szerintem hazudik az, aki eltagadja, hogy micsoda sorscsapások vagy tragédiák övezték az útját, te ezt bátran fölvállalod, mert pontosan tudod, hogy ez is az élet része, és talán még több is lettél általa, és most valamifele ilyen kis megnyugvás és ilyen lelki béke időszakát éled, ezek szerint hála és köszönet Szepes Mária való találkozásnak. Annak is természetesen, szóval a Mária néni az örök emlék a szívemben, és az iránt érzett szeretet és respektus az soha nem múlik el a szívemből. És mi újság a zenével? Piramis évek létezik, meg az önálló albumok, zenével, koncertek? Én gyanítom egy kicsit, hogy megérintett a szele annak, hogy lévén, esküszöm, nem is gondoltam rá, hogy jövőre lesz 50 éves a Generál Együttes, hiszen 1972-ben kezdtük. Most egy július 8-i találkozás, ahova mindannyiunkat meghívtak egy baráti beszélgetésre az Akvárium Klubba, az szerintem a nyitánya annak, hogy a Várkonyi Matyi, aki ezt az egészet szorgalmazza, egy jövőévi generállal kapcsolatos dolgot tervez. Szívből remélem, hogy abból nagyon ízléses, szép dolgok születnek majd. Úgyhogy egy kicsit a piramis évek nincs félretéve, de hát a tudott körülmények azok most már immár a másfél éve korlátozzák az aktív tevékenységünket, de együtt vagyunk természetesen Závodé Janóval és nagyszerű fiatal társainkkal. De hát felkérések hiány, amiből mostanában kevés van, tudomásul vesszük a sors üzenetét, és csöndben várjuk az első adandó lehetőséget, amikor újból megnyilvánulhatunk. Természetesen nagyon hiányzik, de hát mit tehetünk, mint tudomásul vesszük a körülményeket. Úgyhogy ebben az évben, hogy a piramis évek itt-ott még meg tud nyilvánulni, az szinte biztosra vehető, mert nem árulok titkot, egy augusztusi tabáni meghívás lóg a levegőben, úgyhogy nagy valószínűséggel ott fel fogunk lépni valamikor augusztusban, és egy pár egyéb, de aztán lassan következik a jövő év, ami érzésem szerint egy kicsit többnyire hangsúlyosabban a generáló fog szólni. Nagyon szépen köszönöm Révés Sándornak, akkor én mindenképp a tabáni időpontot majd vadászom, hogy ott lehessek és meghallgathassalak. Várunk szeretettel és téged akkor... is. Nagyon köszönöm a megkeresést, és hálás szívvel köszönöm az érdeklődést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szállj fel magasra a nagyszerű piramisda Révés Sándorral. Köszönöm, hogy itt voltál.